Davis. Nagyot játszottunk és elaludt rajtam. Hello, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép, meleg, nagyon meleg napon. Képzel, 37 fok van, mutatom. 36! 36-37 fok van, rettentő meleg van az éjszaka, esett az eső, villámlott, rettentő nagy ilyen viharos idő volt. Jelenleg tartok a Lukaszért az iskolába, az előbb pedig nem más csináltunk, mint aludtunk egyet a Davis-tel, ugyanis rettentő nagyot játszottunk, aztán elaludt rajtam, képzeld el, utána én is kicsit elbobiskoltam. Várjál, jönnek az autók. Jelenleg ilyen szép idő van, látod, egy-két felnőtt az égen a távolba. Amúgy képzeld el, a héten ketten haltak meg azért, mert belecsapott a villám az emberbe. Valaki ma reggel, az éjszaka, képzeld el, sátoroztak és belecsapott a villám és meghalt. Úgyhogy nagyon vigyázni kell ezekkel a villámcsapásokkal. Mostában ugye nálunk elég sok ilyen, ez az idő, ugye szoktam mondani, múltkor is mondtam nektek, amikor ilyen viharos idő van, villámlik, meg nagyon nem szeretem ezt az időt, meg amúgyban nem más lesz, mint bizonyítványosztás, ugye az iskolának vége lesz, pénteken lesz az utolsó nap, hogy mennek, vége az évnek, jön a nyári szünet mi nálunk, a Lukasz pedig ma kapja meg a bizonyítványt, és én nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz ez a bizonyítvány. Úgyhogy délután megmutatom majd nektek, és ugye többen kértétek, hogy mutassam meg, hogy miket kapott. Nálunk ugye nincsen 1-es, 2-es, 3-os, 4-es, 5-ös, hanem nálunk ezeket betűkkel jelzik, tehát van A, van B, van C, van D, aztán ugye az F volt, amikor megbuktál, de reméljük, hogy a Lukasz nem kapott, mert azt mondta, hogy egész jó lesz neki a bizonyítványa. Aztán később sorsolni fogunk, ki fogjuk sorsolni a képeslapot, vagy a kulcstartót, ugye a múltkori játékból ki fogunk valakit sorsolni. Amúgy még mindig sokan kérdezitek, hogy mikor jön a film? A film még mindig december végén vagy január elején ugye jön. Jelenleg még mindig filmezünk, tegnap is filmeztünk, tegnap hétfő volt mi nálunk. Délután filmeztünk a Lukasszel, egész estig filmeztünk, képzeld el, még ellen ment aludni. Úgyhogy majd meglátjuk, még ugye mindig meg kell szerkesztenem, de én azt mondom, hogy január eleje, lehet, hogy január eleje lesz belőle. De attól függ, hogy milyen az idő, meg hogy dolgozok, meg hogy van időm. Sose lehet tudni, lehet, hogy december, még lehet, hogy december közepére is végzek vele. Majd kiderül, várják közben ideértem az iskolához, és mindjárt befordulok, és folytatjuk tovább. Hozzáérkeztünk, közben a Davis is magához tért. Jó, nagyot aludtunk mi. Itt van a Lukasz is. Szervusz. Na milyen helyzet? Milyen a bizonyítvány? Jó. Jó a bizonyítvány. Most megebédelünk, és utána megnézzük a bizonyítványt, azt mondta Lukasz, hogy elég jó lett. Majd megmutatom utána nektek is. Mit csinálsz? Bujocskázunk? Nem? Aztán nem máshol kell elmenni, mint oda valahova a közeli közértbe, ugyanis képzeld el, az éjszaka mondtam, hogy nagy vihar volt. Elment az áram itt a boltban, mi nálunk, a feleségem elment, és nem volt áram az éjszaka, az összes hús megromlott, úgyhogy nem lehetett megvenni, és ezért el kell menni oda a másik boltba. Reméljük, hogy ott nem romlott meg, miközben nem is gondolkodtam, lehet, hogy ott is megromlott. Na mindegy, úgyhogy oda fogunk elmenni ebéd után, amíg megnéztük a bizonyítványt, és a fenébe te! Játod? Játék! Mindenhol játék! Muszi játék van mindenhol! Aztán mondtam a Lukasznek, mivel jó lett a bizonyítványa, legalábbis azt mondta, hogy még nem láttam, de biztos, hogy jó lett neki. Mit mondtam, hogy mit kaphatsz? Mi az, hogy mit? Azt mondtam, hogy kaphatsz egy könyvet, ugyanis a Lukasz rettentően szereti a könyveket, és mivel jó lett a bizonyítványa, ezért kaphat egy könyvet! Mit? Ja, nagyon sok van. A Davis meg kaphat egy, nem tudom, egy kis autót. Mit szólsz hozzá? Tévébe. Mi van a tévébe? Mit? De már ki nem van bizonyítva. Ja, de hát az úgy igazságos, hogyha te kapsz valamit, akkor a Davis is kap valamit. Nem, hát ez mindig így van. Na, menjél. Ja, mi van a tévébe? Valami nagyon jó mese van. Jaj, te, nem, labdázunk. Rendben van. Úgyhogy, én most elmegyek, nem én, hanem a Lukasz is. És megebédelünk, úgyis a Davis már megebédelt. Megevédeltünk, mutatom nektek, ebbe jött a bizonyítvány, nálunk ilyen papíron van a bizonyítvány, ilyen report kártya végül is, és mutatom, hogy néz ki. Bár tavaly ezt már mutattam nektek, csak tavaly azt hiszem, hogy egy kicsit nagyobb volt. Na várjál, kihúzzuk, és na várjál, elkrabadik a kamerát. Lukasz kapott nem más, mint egy ilyen oklevelet, azért, mert jó magatartásért, mert nagyon jó voltál, ja, ugye? Azért. Egy gól. Egy aranyat, úgyhogy addig megfogod ezt? Jó. Nyitom. Na, nem, ez is ugyanakkor, csak kisebb borítékban volt bent. Látod, itt van, hogy melyik osztályba járt, a 3-asba, az FS-be, és itt vannak a tantárgyak.
Nézzük! Ugye nálunk nincsen magyar óra, hanem angol, vagy magyar helyett angol óra van. Angolból A-t kapott, ami ötös jelent. Tehát az A az ötös, a B a négyes, a C a hármas, aztán így megy ugye lefelé egészen az egyesig. Itt van róla egy leírás, tehát az angol óra az jó lett, ötös lettél belőle. Matematikából négyes lett, látod? B-t kapott matematikára. Aztán várjál, megyünk tovább, mert ezen az oldalán csak ez a kettő tantárgy van. Science! C-t, hármas kapott belőle. Az mi science? Aztán földrajz, B, 4-es kapott belőle. Még csak ebből kaptál 3-as, nem? Ja. A science-ból nem olyan rossz a 3-as. Aztán megyünk tovább. Ja, ezek a tornából is 3-as kapott, ugyanis. A Lucas nem olyan nagyon jó tornából, a 3-as elmegy tornára. Az a lényeg, hogy matematikából, meg angolból 4-es, meg 5-ös kapott. Aztán zenéből D, 2-es kapott, ugyanis nem tud a furuján játszani. Nem. Ja, nem baj, a furu nem baj. Énekelni nagyon nem tud, nem is a hangjával van gond, hanem a furuján ugye játszani és... Na mindegy, 2-es elmegy abból, mondtam azért nem leszünk mérgesek. Aztán ilyen rajz óra, ilyen visual arts B, 4-es kapott. Technológiából B, 4-es kapott. Szóval a lényegesebb tantárgyakból 4-es meg 5-ös kapott, ugye éneknek nagyon örülök. Azért, hogy énekből ugye 2-es kapott, mert nem tud furujázni, szerintem annyira nem számít. Tornából ugye 3-as kapott. Tudtuk, hogy a Lucas annyira nem szeret tornászni, ugye nem olyan nagyon jó a tornába tavaly is. Tavaly hányas kaptál tornából? Hol vagy? Tavaly is 3-as kaptál, nem? Úgyhogy egyetlen egy 2-esed lesz, ugye? Nem bukta. Szobában. Tegyél a szobában, nem bukott meg semmiből, Lucas, az a lényeg, és ahogy mondtam, angolból, matematikából, 4-es, 5-ös. Úgyhogy, ahogy mondta, nem lett rossz a bizonyítványa, mit csinálsz? Ja, öltözöl, vegyed le, öltözöl, aztán gyorsan megyünk. Amúgy a rettentő ilyen izzados idő van, ugye az éjszaka, hogy mondtam, esett az eső, most délutánra ér ide ez a, amikor elkezdesz leizzadni, úgyhogy leírsz a tévé elő, vagy akár, vagy semmit nem kell csinálnod, akkor is elkezdesz izzadni. Mi, nyuszi? Mi a helyzet? Mi? Te mit kérsz? Milyen a kis autó? Ja, ott kint? Ja, ott meleg van. Elkészülünk, aztán elindulunk. Ja, oda kimegyünk. Nem pont oda megyünk ki, de oda kimegyünk. Látod? Szépen süt a nap. Elmentek ezek a csúnya felhők. Hoppá, vigyázzál! Davis sétál, megyünk az autóhoz. Ott álltunk meg. Látod, volt hánykor jöttem haza. Gyere, ne álljál meg, hallod, gyere! Mi? Ott a virág, ja. Meg az a sövény, vagy micsoda. Fa. Na gyere, itt az autó. Gyere. Beülünk, jó? Ja, nyomd meg. De ezt ki kell nyitani, nyuszi. Ja, ne rángasd. Na, fogd meg a mami kezét. Hol baby, hiszem? Come on, move the side. Na. In the back seat. Massa. Come on. Mész? No, in the nem back. Nem előre, in hátulra. Én vezetek, nem te vezetsz. Én vezetek. In your seat, honey. Oda. Menjél. Jaj, beültünk! Davis akart vezetni szokás szerint. Nagyon szeret vezetni itt előlülni, főleg, hogyha megállunk. Mi, Lucas? Bejött egy légy, azt hiszem. Látod? Itt van-e? Fú! Ki kell zavarni? Indítsuk az autót. De ahogy harapott egy, a légy az nem tud harapni, te! Meg még csípni se. Ablakot leúzzuk, kiengedjük. Kiment a légy? Ott van az a nagy... nem ment ki. Itt van megint. Aj, a légy. Az a daru! Néztem egy videót, képzeld el, tegnap vagy tegnap előtt. Te nem láttad azt a videót a YouTube-on? Volt egy daru, valamit felemelt, és képzeld el, ilyen nagy valami rásett az egyik autóra, mert elszakadt a lánc, vagy valami. Úgyhogy vigyázni kell. Ez most mit csinál szerinted? Hogy ez nem normális ember, az is biztos. Nézzük, hogy itt megy az autó előtt, és nem menne arra. Megérkeztünk, úgyhogy most nem más csinálok, mint szemüveget cserélek. Leveszem a napszemegemet, és felveszem a videószemegemet. Múltkor valaki azt mondta, ez nem videószemeg, ez ilyen 3D-s szemüveg. Tudod, a tévé, amikor felteszed, és tudsz vele nézni 3D-s filmeket. Ez nem olyan szemüveg, azért olyan szemüvegben nem járok, mert nem lenne értelme. Itt a kamera, látod, itt. Ja, megyünk, mert meleg van, tudom, na, induljunk. Nézd, itt vagyok a tükörbe, nem is a tükörbe, az ablakba. Ott a Davis benn való. Hello! Na gyere, nyuszi! Álló! Hoppá! Na, feleségemhez meg, ugyanis mindig velem akar jönni. Nézd, látod? Már jön ide. Ide? Nem ide? Nem. Na, várja, bezárom az ajtót. Igen, megyek. Várjál, na gyere! Látod? Mindig itt akar rajtam lenni, vagy velem sétálni. Sétálunk? Sétálunk? Nem érti magyarul.
Davis, akarsz sétálni? Megértette, figyeled! Lukasz, hova megyünk? Könyvesboltba össze, rendben van. Könyvesboltba vagyunk, hoppá! Vigyázzál, nyuszi! Na, melyik az a... Ez nem az a könyv, ez az a könyv. Nem. Ez nem. Az már van. Az már van, rendben. Na, megyünk tovább. Itt van hátul, azt hiszem. Mit mondasz? Sok-sok könyv van mindenhol. Nem itt van. Túloldalfa, én azt mondom, hiszem. Úgy emlékszel a túloldalfa, gyere. Túloldalfa. Gyere, menjünk a túloldalra. Itt. Jobb oldal. Nem, bal oldal. Ez az a könyv. Na, Muti. Ez az a könyv. Rendben van. Na, akkor mehetünk is. Mit mondasz? Neked az a könyv tetszik? Sinatra? Ja. Meg az Abba? Ilyen énekes könyvek tetsznek neked? Ja. Na gyere, gyere, gyere. Lukasz. Na, vigyük aztán, fizetünk. Ja. Nézd, ott megy a Mikulás. Lukasz, látod ott, hogy a Mikulás? Szerencsénk van, még utolérjük. Futás! Davis, gyorsan! Ja. Ott megy, ott megy. Ja, nézd. Biztos megy átöltözni, mert elege volt neki mára. Hogy elmegy pihenni. Ova megy? Ova? Arra megyünk. Rendben, nem a Mikulás után megyünk. Gyere, megyünk, megnézzük a játékokat. Itt vannak a gyerekes játékok még a Davisnek. Hova? Mit akarunk nézni? Teletubbit. Ja. Ez tetszik neked? Ez nem csinál semmit. Húzogatni kell, nem? Vagy mi? Nézzük, pörök körbe. Ja. Ez semmit tesz. Azt se csinál sok mindent. Na, oda nézzel, itt vannak az autók. Davis, nézd! Micsoda egy nagy autó, eddig repülnék tőtte. Nem csinál semmi, sem... De ez zenél valamit. Ez mit csinál? Ez ilyen Transformers-es autó, én azt hiszem. Nézd, itt vagyunk a kemping részen. Látod, ilyen hálózsák gyerekeknek. Van tomatos, van mindenféle fajta. Mit csinálsz? Ne hülyeskedjél. Belefekhetsz, alhatsz benne. Jön az ágyal is sem? Vagy milyen? Felfújhatós ágy, vagy milyen? Látod? Te... Ja, majd menjünk egyszer valahol kempingezni, akkor ez jó lesz. Aztán vannak itten hálózsákok. Azt nem tudom, hogy miért nézzük ezeket. Nézd, van itt sátor is. Ez hány személy? 4 személyes sátor. 99 dollár. Ja, 4 személy. Ó, te... Oda néz. Van itten kempingszék is. Gyerekeknek. 58 dollár. Ja, várjál, eltűnt a Lukasz. Könyvet néz, nem, DVD-t néz. Eltűnik, hogy milyen a játék része, Nyuszi. Ha? Mindezek a filmek, de nézd, hogyan mit? Néznek. Ja, látom. Erre megyünk. Megnézzük a bicikliket. Ezek nagyobb biciklik, nem neked való. Ez neked való, Lukasz. Ja. Nem ez, az a nagyobb való neked. Ja, persze. Nekem meg tudod melyik faló? Nekem meg itt ez valamelyik faló. Ez a fehér, vagy ez a piros, vagy a fekete zöld. De én nem is tudom melyik. Lukasz, melyik nézi jobban ki? Talán ez a piros, nem? Vagy ez a fehér? Nem, ez a piros. Ebben van a teleszkóp középen, meg itt elől is. Tárcsafékes? Vagy milyen fékes? Ja, tárcsás. Én akarok csinálni. Ez is olyan. Az állítólag azért jó, mert a vizes a ez, a kerék, akkor nem tud megcsúszni és meg tudsz leállni. Mit? Ma! Ja, van egy csengő. Kell a bicikli, hogy legyen csengő. Tudjál csengőzni. Gyere, átmegy a túloldalra is. Sok szép bicikli. Na, hazaérkeztünk. Kiveszünk mindent a csomagtartóból. Jaj, te! Nincs összekötve a szatyor, látod? Szerencsére nem ment minden felé. Na gyere, nyuszi, sétálunk, gyaloglunk, mit csinálunk? Rálépünk a fűre, meg a gazra. Gyere! Ne szemeteljél te! Gyere, 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 gyere! Gyere, 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 gyere! Nyuszi. Na, viszünk egy szatyrot. Jön a fej viszi. Come on! Gyere, nyuszi! Rángatjuk, be van zárva, megfordulunk, aztán indulunk hazafelé. Nem arra, de te is rángassad meg. Be van zárva? Be van zárva. De nem kinyissad, gyere. Gyere, gyere. De gyere, 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 gyere. Mit csinálunk? Nem, be van már zárva, nyuszi.
úgy, megnyomjuk, rendben van. Oké, megnézzük. Gyere. Na, elindulunk. De nem állunk meg mindenhol. Ha mindenhol megállunk, sose érünk haza. Gyere. Davis megy nyaralni, összepakolt a bőröngyébe. Hova mész, Nyuszi, mi? Hova? Amúgy hazaérkeztünk közben. Azt elvettem ezeket a régi játékokat, ide ebbe voltak lerakva ebbe a bőrönbe. A Davis meg most látja, hogy valahogy a kerék, úgyhogy elkezdte húzogatni. Mondtam neki, hogy megyünk nyaralni, csak nem most, majd egyszer. Ja, egy kicsit nagyobb leszel, és majd ezt húzhatod magad után. Ez a Lucasnek a bőröngye volt amúgy. Ja. Mit csinál? De ezt nem tudod úgy kinyitani. Úgyhogy most nem sokára sorsolni fogunk, és még mielőtt sorsolunk, a szüleim átjönnek, aztán utána sorsolunk még vacsora előtt, vagy lehet, hogy vacsora után. Úgy még nincs késő, látod, hogy mindig nem süt a nap, kenny kell felösöznie az idő. Na, közben szól a kaputalászon, úgyhogy biztos megérkeztek a szüleim. Bengedjük őket gyorsan. Kezd lemenni a nap, oda néz, látod? Amúgy kezd most jobb idő lenni, nincs az nagyon izzadós, kicsit lehűlt a levegő, azt hiszem nincs ilyen 34 fok már. Úgyhogy most nem más csinálunk, mint sorsolunk. A helyes megfejtés, amúgy ugye kérdeztem, hogy mi a film címe, vagy mi lesz a film címe. Sokan írtátok, hogy ausztrál magyarul, más, nem, ausztrál vakáció, kettő ugye. Nem ez lesz a címe. A címe nem más lesz, mint a kihívás. Tehát amúgy nagyon sokan eltaláltátok, ugye megosztottam a Facebookon, az Instagramon is ezt a fényképet, és oda rá volt írva, hogy mi lesz a film címe. Közben a videót mutatom, be is töltöttem. A szerencsés nyertes pedig, mutatom, nem más, mint... Várjál, nyomom. Na. Kornél Kovács, a kihívás, látod? Tehát gratulálni szeretnék neked, Kornél Kovács, arra szeretnélek megkérni, hogy ha megosztottad a videót, ha valahol, ugye a Facebookon, az Instagramon, a YouTube-on, akárhol, a linket küldjed át nekem, hogy hol osztottad meg, és akkor a képeslap mellé egy kulcstartót is fog neked küldeni, meg persze a címedet írjad meg nekem. Nem e-mailre, YouTube-on üzened, ugye, hogy ne legyen belőle keveredés, tehát mind a kettőt küldje át, a címedet is küldje át nekem, meg azt is, hogyha véletlen meg volt, ha nem osztottad meg sehol, semmi gond, akkor csak kapsz egy sima képeslapot, ugye, ahogy ígértem, tehát még egyszer gratulálni szeretnék neked. Amúgy lesz még játék, tehát aki nem nyert, tudom, hogy sokat írtatok, ugye kommentáltatok, és lesz még játék, úgy ígértem nektek, a jövőben lesz még játék, még a film előtt is lesz játék, utána is lesz játék. Na várjál, ezt színet elrakjuk. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, ugyanis mi valószínűleg most meg fogunk vacsorázni. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ugye attól függ, hogy mikor nézzétek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!